Kélonta Tudományos Rendszer Szótár a, a Dén és az Őrzők Szövetsége. Szerkesztő Arek Papavics. Magyar nyelvre fordította eredetek teremtői központja ETK. Szerkesztettes Hana. T1-T21. T1 Takion. Takion Ciklus takéjonok, szuperluminális részecskék, a fénysebességnél gyorsabban haladnak, ezért nem láthatók. Ha tachionként írják, akkor metatronikus kódkonfigurációra utalnak. Fol, London 2006, 2006 áprilisától kezdve a hetans fekete lyukú fajok felerősödése miatt korai, gyorsított takéjon ciklus visszaállítását kezdeményeztük kozmikus óra modul kézikönyv, a szükséges gyorsított takion ciklus beindítás egy jó dolog, nem pedig egy ijesztő dolognak szánt dolog, ami sokaknak lehetővé teszi, hogy elkerüljék a tetans küszöbérték aktiválás tervezett atomi békjó hatásait. A korai takéjonciklus beavatás azonban azt is jelenti, hogy az MCO Team indigónak sokkal több azonnali gyakorlati információt kell megtanulnia, sokkal gyorsabban a takéjonciklusokról, a felemelkedés kulcsairól, az edon kertjének kapui és a spirálok titkai. A bolygói csillagtűzciklusra való felkészüléshez. Mivel 2006-ban egy szuper felgyorsított idővonalban vagyunk, amit felgyorsítottak ciklus visszaállításnak hívnak, egy gyors evac utat. Választunk, amit csillagtűznek hívnak, ami egy felemelkedés a mag felé. Ellentétben a felemelkedéssel a külső tartományok csillagkapuin keresztül, lást, isteni világok. Kozmikus óra modul kézikönyv az eredeti csillagtűz ütemterv szerint az 1ST 144 kulcs az edon kapujához, egyszerre egy dimenzió sáv 144 kulcskészlet, mostantól 2014-ig épült volna fel, amikor is a fennmaradó 11144 kulcskészlet 12144 kulcskészlet 12X. 144.728 kulcs az Edon kapujához, fokozatosan aktiválható lenne a megfelelő bolygó Edon kapuk egyidejű aktiválásával. A fennmaradó 11 darab 144 kulcsból álló kulcskészletet szükség esetén gyorsan aktiválni lehetett, legalább 36 egy napon belül, miután az 1 ST 144 kulcs minden egyes 12 dimenzióhoz elkészült. A Föld Takéjon ciklusának beindítása, az 1728 aktív Edon kulcs tovább összeáll, hogy 144. Takéjont alkosson és tűzbe hozza a Takéjon neutrális mezőt. Az Edon kapuk megnyitása és az Urtha csillagtűzképesség tétele már 2015 májusában, amikor a csillagkitörés ecka 13 befejeződött a fennmaradó 11.144 kulcskészlet generálása és ennek eredményeként az Edon kapuk megnyitása és Urtha felkészítése a Crystal Spiral takéjon aszkendens hullámra, szintén meghosszabbítható 2047 ig 1144 kulcskészlet generálásával minden három évben egy 33 éves cikluson keresztül. Fennmaradó 11 kulcskészlet X3 éves aktiválás 33 év a fennmaradó 11144 kulcskészlet befejezéséhez. 2014 plusz 33 év 2047. Lást, Rainbow Sun Crystal Matrix hangszórók. T2 Terő. A Föld bolygó megfelelője a Harmonikus Világegyetem 2-ben Hu 2. A 4-5-6 dimenzióban a ti földetek jelenleg a hú egyben van, ahová a Turénusiam eredetileg körülbelül 560 millió évvel ezelőtt települt. A föld sűrűsége 2 kifejezés Voyagers 2 második oldal Körülbelül 550 millió évvel ezelőtt az Alania terő egyik kontinense, mélyen a föld alatt lévő erőgenerátor kristályok felrobbantak, mivel a templomos szoláris beavatottak visszaéltek a bolygó magjából származó energiával. Ez a terőbolygó hálózatán belül implóziós láncreakciót idézett elő. A terőrácsának egyes részei szétrobbantak és széttöredeztek, és leváltak a bolygó morfogenetikus mezejéről. A terőbolygó hálózatának darabjai feldarabolódtak, rezgésbe estek, és a terő univerzumán belül egy napba húzódtak, elpárologtak, és az ezekben a darabokban hordozott morfogenetikus mezőt egy fekete lyukba húzták be ennek a napnak a középpontjában, és egy galaxisban újra megjelentek a harmonikus univerzum egy hú egy alacsonyabb dimenziós mezőin belül. Ebbe a rendszerbe gáznemű anyagként belépve ez a morfogenetikus mező darabokra tört, amelyek egy már létező. Hú, egy naprendszeren belül, egy csillag körül egy mini naprendszert hoztak létre. Terő széttöredezett morfogenetikus mezejének 12 darabja közül az egyik összeolvadt ezzel a nappal, míg a másik 11 darab elkezdte felépíteni az anyagsűrűséget és a morfogenetikus mező saját részén keresztül újra manifestálni a formáját. Ezek a bolygók nem a szokásos akréciós módon születtek, mert magukkal hozták a terő bolygórács morfogenetikus mezeje egy részének szervezeti lenyomatát. Ezek a bolygók nem a hú egybe születtek, hanem beleestek, szó szerint. Eredeti morfogenetikus mezőjük rezgésbe esett, egy csillag morfogenetikus mezein keresztül újra szerveződött, és egy lassabban rezgő dimenziós skálán belül újra manifestálódott. A hú egybe 550 millió évvel ezelőtt belépő 12 bolygó a ti helyi naprendszeretek bolygói. Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Maldak implodált, hogy az aszteroida övvé váljon, Jupiter, Saturnus, Uránusz, Neptunusz, Plútó, Nibiru, nagyon hosszú pálya, amit a földi tudósok még nem fedeztek fel, és a tinapotok napotok, a teremorfogenetikus mezőinek az a része, ami összeolvadt ezzel a már létező nem tarai nappal. A terő töredékei a hú egy egyesített mező morfogenetikus mezőszerkezetének részévé váltak. Terökataklizmájának ez az eseménye az ember bukása néven vált ismerté. A terő bukásában szétrobbant lények tudata is a hú egybeesett. esett. Terőmagjában kiszakadtak fajuk morfogenetikus mezejéből, és elszakadtak eredeti lélekmátrixaiktól, amelyeken keresztül fejlődniük kellett ahhoz, hogy kilépjenek az időmátrikból és a dimenzionált rendszerekből, és tiszta tudatosságként visszatérjenek a forráshoz. Ezek a lelkek csapdába estek az időben, a hú egy egyesített mezein belüli tudati egységekre töredezve, és ott is maradtak volna, ha nem szervezik meg a mentőakciót, a Palaidor szövetségét. Voyagers 2. 6. oldal Amenti menti volt bolygó magjának az a része, amely energetikailag összekapcsolódott a Mukontinensen lévő portálokkal. Lást, Amenti Csarnokai, Voyagers 2, 8. oldal. T3-4 Tauren, Teura. Tauren. 12 identitáscsomag van a lélek mátrixon belül, és mindezek az identitáscsomagok, amelyeket aspektusoknak vagy taureneknek neveznek, egyidejűleg léteznek a lélek mátrixon belül, és egy aspektus, személy létezése feltételezi a többi 11 aspektus létezését. Ezt a 12 identitás csomagot, egy identitás és annak hasonmása, amelyek egyidejűleg léteznek a lélekmátrikban, Dórának vagy lélekcsaládnak nevezzük. Voyager i. 69. 71. oldal a tauren, anatómián kulcsfontosságú része, a háromság vagy három a fényettség, taus, gondoljatok egy függőleges háromvecára forgó gömbökkel, amely az azuraban található, csecsemőmirigy, és anatómiánk minden szintjén létezik. Az első három partiki, az úgynevezett enasejtek, fázis képződésével jön létre. A tauren a felettes lelkünk kulcsa, mivel fázisából jön létre az élet igaz magja vagy az élő fény mag, amely lehetővé teszi az úgynevezett forráshoz való visszatérést és rendszereink örökös megújulását. Fényfesztivál, Egyesült Királyság 2006, a 3 ena sejt vagy partiki egység fázisa a tauren élő fénymagban takéjonokat hoz létre a 4TH belső ena egység, a partikáe, dinamikus magjában. A 3N-a sejtnek ez a fázis képződési folyamat sok szikrát, kölcsönhatást, felmelegedést, oszkillációt, rezgést és mozgást foglal magában a belső ejüka vagy ova, UM, az élő fény tojása, kilenc különböző geliziális tudati rétege között. A folyamat sok kölcsönhatást foglal magában az összes réteg között, de különösen a belső köpeny, a dama és a belső mag, nadaor vagy daimondor vagy daimondor között. Phoenix 2006. áprilisi workshop Amit mi itt fényként tapasztaltunk, az nem a mitaurenünk által létrehozott fázis zárolt fény volt, hanem az úgynevezett démon mag által létrehozott. A történelem során fokozatosan támadták a taurokat, ejtsd, tornyokat, ahol a taurok mag háromságos fényegységet összetörték, fejjel lefelé fordították, ami az úgynevezett bogárszemgolyók létrehozását eredményezi, kicsavarták és egy hat magos mag alakították, amit démonvető magnak neveznek. A tauren a kulcsa annak is, hogy képesek vagyunk átmenni egy úgynevezett csillagtűzcikluson. Fényfesztivál, Egyesült Királyság 2006 Amikor egy veca rendszer taurennye a hub kinyílik, és képes visszaküldeni az űrbe mindent, ami nem kompatibilis a kristkóddal. Fényfesztivál, Egyesült Királyság 2006, a KRYST halaminta az a titkosítás, amelyet ez a Tauren nevű első fénymag egység birtokol. A Tauren megértése fontos, nem csak azért, mert van egy a testetekben, hanem azért is, mert ez az első pont, ahol ez a test belépett a megnyilvánulásba a fogantatás előtt, mielőtt ténylegesen testben fogantunk volna, van egy pont, ahol a szellemben fogantatok, és onnan született a test. Nem csak az emberek rendelkeznek taurenekkel, minden a megnyilvánulásban eredetileg a Tauren Isten maggal kezdődött a tauren megértésével megérthetünk valamit, amit gelíziac állapotnak neveznek. Denver, 2006. júliusi workshop, a Tauren 4TH belső ENA egységén belül 9 különböző gelíziac tudatú réteg létezik. A Tauren élővetés az örök élet kristián isteni magja. Eckasha néven is ismert. Phoenix, 2006. áprilisi workshop. Teura más néven oversoul, felettes lélek, vagy galaktikus mag. A tudatosság nyolcadik dimenziós szintjének felel meg. Lásd, túllélek Matrix, az Amenti sorozat első osztálya workshop. T5-7TGTF, templomos geoküldetési erő. TH-tans. TGTF, templomos geoküldetési erő a templomos geotask Force, TGTF, geoküldetési erő, egy intödimenzionális tudatossággal és szkennelési képességekkel rendelkező egyénekből álló csoport, akik egy földrajzi régióba lépnek azzal a céllal, hogy többdimenziós dimenziós perspektívából felmérjék a régió tartalmát és a föld bolygó templomos komplexumának és a bolygó pajzsának állapotát. A TGTF-ek gyakorlása elősegíti az egyének és csoportok képességeit a megvilágosodás és a spirituális önmegvalósítás személyes és kollektív keresésében. Bolygó Pajzsok Klinika terepismereti útmutatója, 34. oldal. TH Tans Thetans Threshold Technology, Kígyóspirál, Halálcsillag Egy bukott angyali csoport a Thetansfólen jöransként azonosították őket, re, USG egy Theta Orion kart. Azért hívják őket Thetansnak, mert eredetileg a Theta Orion kard rendszerből származnak. Fontos tudni róluk, mivel ők az a csoport, amelyik eredetileg szétszúzta a Taurent a Denszöti háromban, hogy létrehozza a démon démonmagot ők a Vesadrak családvonalból származnak, és a bolygón számos új korszakos csoporttal állnak kapcsolatban. A Gravitront, a BAST gépezet részét először a Butharashan, Tarel Metatronikus fajok, Lást, Bukás vetették be a Densöti 3570 MY-ban, majd a hetanok folytatták. Fényfesztivál, Egyesült Királyság 2006 a bukott jörant hetan kollektívák az elmúlt 150 bájban idejük nagy részét számüzetésben töltötték egy másik vecán lévő bukott reptizoid fekete lyukban. A hetanok egy uralmi tervel rendelkeznek, amely a szuverénkelfal fal területek jövőbeli inváziójára vonatkozik, miután a mi Crystal Spyről felemelkedő embereink természetesen kivonultak ebből a drámából. Jelenleg a jövőre készülnek, és a lélekvesztő csoportok között a létszámot igyekeznek kihasználni a Budharavesedakandromie koalíciókkal szembeni tervezett jövőbeli fellépésükhöz, amelyek az új maradványai a közelmúltbeli tömeges elvándorlás a gazdák opciókba után, amelyet sok új disszidens, főleg Anusi, Annuelohim választott. A Buthara Vesedakandromie harc jövőbeli menetrendjét követve az új hetambesedrak Falliance jelenleg utána megy és megpróbálja hasznosítani több nagy anudeszkens kollektíva törzsi pajzsát, amelyek nemrégiben disszidáltak az újértől a Kristiak Gufost útjavára, amit az MCO HHCC tesz lehetővé. a tetanok remélik, hogy behálózzák ezeket a lebegő anú pajzsokat, mielőtt sikeresen lehorgonyozhatnának és megtarthatnák a gufost frekvenciákat. Ez egy nagy dráma, amely az anutörzsi pajzsok hatalmas részét érinti, beleértve azokat, amelyek a nagy anukollektívák kritikus tömegét tartják, mint például a Galaktikus Föderáció, az Astar Parancsnokság, a GWB, az Énokiaiak, a Totiaiak, a Jehoviaiak és a Kudmonok, hogy csak néhányat említsünk. E kollektívák egy része elfogadta a smaragd szövetség újraszövegezését a Krist számára, az MCOHCC-vel kötött bolygón kívüli megállapodásokon keresztül. A tetanok úgy vélik, hogy az energiakvantum potenciális elvesztése a fénykvótában, amit ezek az Anukristgufhos csoportok képviselnek, fenyegetést jelent az általuk tervezett jövőbeli erőpotenciálra, és így a mi indigó küldetésünkre, hogy segítsünk ennek a HHCC host opciónak a földön való létrehozásában, útban van a Tetan szándékoknak bár a hetanok köztudottan, nagyon rossz indulatúak, nem arról híresek, hogy hülyék, és ezért soha nem fognak közvetlen állóháborúba keveredni semelyik belsőhebb örökkévaló fajjal, különösen nem a HHCC-vel, sem semmilyen csoporttal a HHCC gazdapajzsának biztonságán belül. Így a föld indigó pajzsa jelenleg eléggé védve van a hetanok bármilyen közvetlen haragjától. Bár a földindigo fajok most az örökké való belsőhebb tartományok védelme alatt működnek a 2005. novemberi evakuálási ediktum óta, és teljes mértékben tanácsos politikailag semlegesnek maradnunk a Föld csillagtűz ciklusa alatt van egy dolog, ami a jelenlegi Thetan drámával kapcsolatos, ami miatt az MCEO indigónak aggódnia kell, és a HHCC is aggódik. Egyszerűbben fogalmazva ezt az egy dolog, ami aggaszt a Tetan Threshold technológia A Tetanok legutóbbi március 21-28 TH 2006-os a küszöbő, ahogy a tetanok nevezik aktiválása miatt van az, hogy az eredeti MCEO tauren fénymag aktiválás második része 36 egy nappal meghosszabbodott 2006. március 1-től április 3-ig, és a küszöbő aktiválás miatt van az, hogy a Föld úrt ha most a kiterjesztett takéjon ciklus beindításába kezd, körülbelül 9 évvel 2 hónappal korábban. 2006. március 21-28 között a Thetans elindította a Threshold Activation T, amely az Atomic Harness effektusokra irányul. Tenerife MCEO Grid Keepers Workshop résztvevői számára 2006. április 4. A spirál vagy kígyó spirál beindítása a halálcsillag kialakulásához vezet, egy erőteljes elektromágneses hadszögletű, szextáns, kristálai csapdához, amely az egész kristálytestet, fénytestet és anatómiai struktúrát visszafordíthatatlan metatronikus fekete lyuk állapotba alakítja át. Az Aurora erő aktiválása kritikus fontosságú. Hogy ellensúlyozza a küszöbb spirál progresszív aktiválásának elsöprő hatását. Ne hasta. 2006. májusi workshop A küszöbös spirált azért hívják küszöbörnek, mert ez egy olyan rács, amely az atomi és éteri rendszer közötti küszöbön alakul ki, és az élő kristály spirált hasznosítja az idő körül, amikor alla, alla szelei aktiválódnak, és egy fordított metatronikus konfigurációba helyezi őket. Ezért képes az univerzum minden molekuláját hasznosítani, mert az éteri atomi határfelületen határon kapcsolódik. A vesedrak fekete lyuk mátrixhoz van kapcsolva, de a tetanok irányítják. A tetanoknak számos képviselőjük van itt a föld felszínén, jól szervezett mozgalmakban. A küszöbb spirált kígyó spirálnak is nevezik, és közvetlenül kapcsolódik az arany -középút spirálhoz. A kígyó spirálnak nincs saját magja, és úgy tervezték, hogy a túlélés érdekében az élő kristály spirálokhoz felszálló kristály spirál kapcsolódjon. Phoenix 2006. áprilisi workshop 75 millió évvel ezelőtt támadás érte a tétánokat, és ezt az időszakot a tétánok uralma néven ismerik. Fall, London 2006 T8-tot KRE 22340-ben totot a Smaragdrend Melkizedek Kolostor, EOMC megbízta, hogy az egyik CDT tábla egyes részeinek szóbeli fordítását juttassa el az atlantiszi kultúra meghatározott szegmenseibe. Ez idő alatt ott elpártolt a Smaragd Szövetségtől a bukott angyali Nibiruan Anunnaki uralmi tervjavára, lefordítva a CDT tábla egyes részeit írásos formába, egy olyan szövegbe, amely Tot Smaragd táblái néven vált ismerté. Tot bemutatta a Smaragd táblákat az akkoriban korrupt Atlantiszi Annu Melkizedek papságnak, ami az Atlantiszi szigetek végső pusztulásában csúcsosodott ki K.R. E. 9558-ban, és az azt követő káoszban az emberi evolúcióban a sumér kultúra gyarmatosítása óta. Lást Anunnaki Hamis New Age mozgalom Voyagers X. Live. Oldal T. 9 gondolat, szót Tunim Gondolat a gondolat a tudatosság egyik attribútuma, az a szűrő, amelyen keresztül a tudatosság megnyilvánul a forma hologramjában. Az egyetlen különbség egy gondolat és egy megnyilvánult dolog között a megfigyelő tudatosságának frekvenciája. A megnyilvánuló valóság gondolati kivetítés, amelyet a figyelmünk fókuszának frekvenciái és a kivetített gondolatformák frekvenciái közötti kapcsolatok tesznek szilárdá és külsővé semmi sem igazán szilárd. Minden dolog a formát figyelő tudatosságból és a tudatosságból áll, amelyből a forma áll. A valóság gondolati konstrukció. Mivel a valóság egy gondolatmező, amely a tudatosság tudatosságának egységeiből áll, a valóság közvetlenül a gondolat hatása, mivel a gondolat és a valóság szubstanciája egy és ugyanaz. A Katara Biospirituális Gyógyítórendszer tanfolyam, tizedik oldal, az elme által alkotott gondolatok és képek apró morfogenetikai mezőket képviselnek, apró Katara rácsokkal, amelyek összefonódnak az emberi. Dimenziós anatómia nagyobb morfogenetikai mezejével és Katara rácsával. A gondolatok, tények a test és a Katara Rács bioenergetikai valósága szempontjából a gondolatok az emberi bioenergetikai mezőben az elektrotonális, digitális utasítások fordítóivá válnak, és közvetlenül fokozzák vagy visszahúzzák az emberi Katara Rács elektrotonális programjainak természetes működését. Ha felismerjük a gondolat erejét, mint a skalár álló hullámú rácsok teremtő erejét, akkor elkezdhetjük hatékonyan alkalmazni ezt az erőt a katára holográfikus szablonunk regenerálásában. A katára biospirituális gyógyítórendszer tanfolyam 56. oldal. Az istenforrás folyamatosan mozgásba hozza a megnyilvánulást azáltal, hogy tudatosságát bevonja a rezgés leépítés, vagy az átalakulás folyamatába. A rezgési lefokozás a tudatosság egyetlen fókuszpontba, egy teremtési szándékba vagy gondolati rezgésbe való összehúzódása révén történik, hogy létrehozza a figyelem első individuációját, a csendpont teremtési pontot. Lást, Manu, mivel a forrás képmására lettünk teremtve, meg vagyunk ajándékozva azzal a képességgel, hogy a saját képességeinken keresztül teremtsünk. Gondolatok minden gondolat egy titkosítás, amely közelebb vagy távolabb visz minket a forrással való összehangolódástól. A forrással való összehangolódás a gondolatok és a tettek révén erősebben összeköt minket a személyes kristickódunkkal. Kozmikus óra modul kézikönyv, a mi az mák antirészecske felhalmozódások a részecskemezőben, amelyeket a skalár szablonnak a fordított matematikája hoz létre, és ezek megváltoztatják azt, amit a gondolat folyamatoddal próbálsz manifestálni. Kulcsok a felemelkedés elsajátításához modul kézikönyv. Tunimanu a Tunimanu a kozmikus 12, 12, 12, 12, 12, 12 beavatás része, egy elemi folyadékok szablon szerkezet átalakító kódja. Ez egy vérkristályosítási kód és egy sejtjavító kód minden folyadékból kitisztítja a fordított programot. Használja otthon a víz alatt, vagy tegye a testére, hogy segítsen megtisztítani a testében lévő folyadékokat. A VECA 8 reusája a monádi kód részévé válik, és a monádi felülbírálási szekvenciában használható. Az isteni nyelvek bevonása, modul kézikönyv, tizedik oldal, kép, a Thunimanu, mid VECA kód 11. T10 időkontinuum, time Continuum 6 idővektor, időciklus, a 64.426 éves kisebb ciklus, mindegyike egy 26.556 éves EU-iago harmonikus időcikluson belül, amelyen keresztül egy bolygó, egy harmonikus világegyetem hu 3 dimenziós sávjain keresztül fejlődik. Egy időkontinuum 6 idővektor egy egész 25 fokos eltolás a 26556 éves eu ciklus 6 időkontinuumából 4 időkontinuum az idő előre haladó, pardo nevű pályáját, kettő pedig az idő ellenkező irányú, rejjagó nevű pályáját jelenti, amelyben a bolygó a párhuzamos világegyetemen halad át. Egy bolygó egy időkontinúmon keresztül történő haladása 45 fokos elmozdulást hoz létre a részecskék spinjének szögforgásában, ARPS, vagyis a részecskék teljes 360 fokos forgásának egy nyolcadát, így egy kontinúm egy oktávot képvisel. Egy oktáv egy 4426 éves időtartam. Egy dimenzió kettő időkontinúmot, azaz két oktávot tartalmaz egy bolygó egy dimenzión keresztül történő haladása 90 fokos elmozdulást, kettő darab. 45 fokos elmozdulás hoz létre az ARPS-ban, vagyis egy teljes 360 fokos forgás. Egy negyedét, így egy dimenzió egy harmonikus kvadránst képvisel. Egy kvadráns egy 8852 éves időpálya. Három dimenzió, három kvadráns, hat oktáv, időkontinúm, egy harmonikus világegyetem hú. Egy harmonikus világegyetem hú, egy 26.556 éves időpálya, egy EU-jago. Voyagers 2, 146. oldal, a bolygó mind a hat időkontinensen belül egyidejűleg létezik, a részecskék pulzációs sebességének és a spin szögletes forgásának, ARPS, szinkronizálása révén az egyes időkontinensen belül. Ezek a folyamatok a harmadik dimenziót érzékelő tudat számára a lineáris időn való áthaladás illúzióját keltik. Valójában az idő nem lineáris, hanem szimultán. Voyagers 2, 147. oldal, Lást, téridő, a bolygórendszerünk időciklusainak konkrét nevei, eltolódási fokai és az évek száma kapcsolódik hozzájuk. Egy időkontinúm 6 idővektor, 1,25 fokos eltolás, egy EU-jago 6 kontinúm 7,5 fokos eltolódás, egy iukha 6 EU-jago 45 fokos eltolódás. 4 iukha 24 EU-jago 4 45 fokos eltolódások. 4 PCM iukha, egy 12 ciklus PCM iardo 180 fokos eltolódás, 4 PKA iukha, egy 12 ciklus PKA iado 180 fokos eltolódás. Egy iana ciklus, egy PCM iardo plusz, egy PKA iado 360 fokos eltolódás. Kozmikus óra modul kézikönyv, az idő a térhez hasonlóan rétegzett, valószínűségek vannak, ami azt jelenti, hogy ugyanazon esemény halmaznak különböző idővektorai vannak, amelyek különböző módon juthatnak el a legkülönfélébb eseményekhez. Azt az utat, amely a te és a Krisztusi énet kiteljesedését jelenti, a hősi potenciálod, az isteni tervrajzott kiteljesedését, hősi nevezzük aztán van egy csomó olyan különböző út, amely a szabad akaratodon alapuló választásod révén más eredményre vezethet, mint ami a Krisztusi potenciálod volt. Katara 1 Dublin 2001 DVD 01 1 óra 9 perc. T11 12 időmátrix. 15 dimenziós időmátrix a dimenzionált egyetemes megnyilvánulási szablon ősrendje. Az univerzális megnyilvánulási szablonokat morfogenetikus mezők, MF időmátrixoknak nevezik. Az energiamátrixon belül megszámlálhatatlan időmátrix létezik, amelyeket együttesen időmátrixnak nevezünk. A kozmikus energiamátrixon belül minden időmátrix egy meghatározott matematikai geometriai programot követ, amelyen keresztül a téridő és az anyag megtapasztalható a tudatosság által az időmátrix szerkezetén. Az időmátrixok 15 különböző, de egymásba fonódó partiki phasing ritmus, az energia kitágulásának és összehúzódásának ritmusa mintájára vannak elrendezve. A partiki phasing 15 ritmusának mindegyike egy-egy dimenziót hoz létre a Katára biospirituális gyógyítórendszer tanfolyam, 19. oldal, az időmátrixon belül a 15 dimenzió 3 dimenzióból álló halmazokba rendeződik, 5 3 dimenziós valóságmezőt alkotva, amelyeket harmonikus univerzumnak, hu, nevezünk, és minden hú az anyag sűrűsödésének egy-egy szintjét. Képviseli, amely a partiki fázisok sajátos sebességének felel meg. Egy időmátrix tehát egy 15 dimenziós skálarács. Öt külön valóságmezővel, harmonikus univerzumokkal és az anyag megnyilvánulásának öt különböző sűrűségével. Minden időmátrikban öt egyidejűleg manifestálódó eu ciklus, időciklus van, amelyeken a tudatosság áthalad, hogy megtapasztalja a téren, időn és anyagon keresztül történő lineáris evolúciót minden EU jagociklus hat kisebb időciklust tartalmaz, amelyeket időkontinúmoknak nevezünk. A Katára biospirituális gyógyítórendszer tanfolyam, 20. oldal, a részecske és antirészecske spin, ARPS, szögei közötti többdimenziós kapcsolatokon keresztül több valóságmező, harmonikus univerzumok, hú, játszódhat le ugyanabban a térben, miközben egymás számára láthatatlanok maradnak. Ahogy egy bolygó fejlődik ezen a folyamaton keresztül. A részecske mértéke, és így a sebesség, amelyel mozog, fokozatosan növekszik, miközben az anyag sűrűsége fokozatosan csökken. Ez az evolúció folyamata a 15 dimenziós skálán keresztül. Voyagers 2. 147. oldal időmátrixunk tudatos életmezeje a három őshangmezőből, a kundaraiból, vagyis az energiamátrikból táplálkozik. A partiki fázisképzésnek köszönhetően, amely révén minden partiki létrehoz egy particum, PCM, és egy párhuzamos partika, PKA, egységet, minden isteni világnak van egy particum oldala, valamint egy párhuzamos, 90 fokos eltolódással partika oldala. A mi időmátrixunk megfelel a particum PCM oldalnak, amelynek van egy megfelelő párhuzamos partika, PKA időmátrixa. Lást identitás szint, dimenziók, anyagsűrűség szint, harmonikus univerzum energiamátrix. T13 időportál. Interdimenzionális időportál rendszer. A mi időmátrixunkban lévő pontok, amelyek más dimenziós világokhoz vagy téridő koordinátákhoz való hozzáférést biztosítanak a háromdimenziós harmonikus univerzumban hú. Portálok az időn keresztül, amelyek összekötik a világot önmagának más változataival. Az időportál rendszer magában foglalja az egymásba nyíló átjárók rendszerét, amelyek mozgásban tartanak egy sor, zárat vagy kaput a lineáris időszerkezeted időelemei között a háromdimenziós frekvenciasávodon belül. A dimenziózár rendszer abban különbözik az időportál rendszertől, hogy a mechanikája működteti és fenntartja a dimenziókat és frekvenciasávokat, amelyek többdimenziós univerzumokat kötnek össze, nem csak időzónákat ugyanazon univerzumon, dimenzión belül. Voyagersi 4, 7, 11 oldal Az időmátrixunkban az időkontinuumok között létező nyílások, amelyek lehetővé teszik az átjárást egy világegyetem és egy denzitási szint tér-idő helyei között a csillagkapu és az időportálok, lásd, dimenziós zárrendszer, egymással összekapcsolt, ellenkező irányban forgó elektromágneses mezőspirálok párjaiból állnak, amelyek természetes módon léteznek a nap és bolygótestekben, és a 15 dimenziós időmátrix 5 sűrűségén, univerzumán, hú, belül egy rögzített térpontot alkotnak ahol az időciklus és az időfolytonosságok meghatározott időközönként ismételten áthaladnak egymáson. A csillagkapuk és időportálok fekete lyuk és fehér lyuk párokként léteznek, amelyeket a középpontban egy skalárhullám frekvenciájú makristálypöcsét köt össze. Amikor a középső magvető kristálymag felszabadul, a csillagkapu aktiválódik, és az ellenkező irányban forgó elektromágneses spirálpár egyesül, hogy egy összekapcsolt merkabamezőt alkosson amely lehetővé teszi a különböző téridő koordináták közötti azonnali átjárást az atomos részecskepörgés szögletes forgásának ARPS eltolódása révén. Voyagers 2. 506. oldal Az időportál rendszer és a dimenziós zárrendszer kódjai A kélonta működésében találhatók Voyagersi 22. oldal a silikát Mátrikban 12 szálú DNS rejlik a látens képesség a sejtek szerkezetének átalakítására, hogy az időportálokon és a dimenziózárak átjáróin áthaladhasson a biológiai formaromlása nélkül. Voyager's -i 43. oldal. Hét kultúra, világkultúrák és különböző alkultúráik van a háromdimenziós időportálrendszeretekben, akik rendelkeznek a földel való interakcióhoz szükséges tudással és technológiával, és az időportálokon keresztül megközelítik a valóságotokat. E kultúrák közül elsősorban kettő felelős ezekért a látogatásokért, az etareticoli betolakodók és a randhunkeana rantia őrzők. Voyagers 8. oldal T14 transdukciós szekvencia. Szakrális szekvencia vagy megnyilvánulás transdukciós szekvencia, a transdukciós szekvenciaként ismert komplex morfogenetikus meződinamika révén a testet körülvevő dimenziós egyesített energiamezőből származó frekvencia a DNS morfogenetikus lenyomatába vonódik be, a kréciós szint, ami a szunyadószálak szálak lenyomatainak fokozatos manifestációját kezdi meg, részecske a kréció révén, a fizikai működő génkódban, ahogy az egyesített mezőben lévő dimenzionált tudatos tudatosság. Fokozatosan belép a testbe. A fizikai test és tudatosság növekedése és terjeszkedése érdekében. Ez a szent sorozat magában foglalja a multidimenzionális anatómia nagyon specifikus struktúráit, a dimenziók közötti fizika mechanikáját és az energia, a tudatosság és a szellem kapcsolódó funkcióit, amelyek révén a megnyilvánulás megtörténik. Lást, Szilikát Matrix a lélek kézzelfogható szerkezete, 35. oldal, a transdukciós szekvencia azokat a fázisokat képviseli, amelyeken a tudatosság a dimenzionálódás felé halad át, és azt a folyamatot, amelynek során a tudati energia átalakul és formát vált, hogy belépjen abba a hullám spektrumba, amelyen belül a megnyilvánulás érzékelése lehetséges. A tudatosság alapvető átviteli sorrendje biológiai formába. Lásd az ábrát! Az ősi erőáramlatok, manu, azok a formák, amelyeket a tudatosság felvesz, hogy megnyilvánuljon. Ezek az erők partikiból, partikából, particumból állnak, amelyek a tudatosság olyan egységei, amelyek a kristkódnak megfelelően meghatározott módon ciklizálnak végig az anatómia minden szintjén a megnyilvánulás transdukciós sorrendben. Ők az egyesített mezőszövetét és a skálahullámok anyagát alkotják, amelyek a szablonokat alkotják, amelyeken az anyag és a tudatosság megnyilvánul. A Katára február háromszintű alapozó kézikönyv. Tudjuk, hogy a radiális test szövetkapszula szolgál a polarizációs lencseként, amelyen keresztül az ősi életerő áramlatok a Merkaba mezők keringésén keresztül áramlanak. A Katara rácsot és a DNS mintát formálják a megnyilvánulásba, ezt egy radiális test transdukciós manifestációs szekvencia nevű folyamaton keresztül teszik. Ez egy összetett folyamat, amely megmagyarázza, hogy hogyan halmozzuk fel a frekvenciákat a személyes szablonjainkba. Ami az idő élményét adja nekünk. Lásd a kréciós szint. Egyszerűen úgy érthetjük meg ezt a folyamatot, hogy a Radiális testgömb úgy működik, mint egy vászon, a dns a kivetítő, amely kivetíti a képet, amit látni, tapasztalni fogunk, a Merkaba pedig keringeti az energiát. Kozmikus óra, modul kézikönyv, tizedik oldal. Személyes transdukciós szekvencia. Személyes katararács. Törzsi pajzs és személyes pajzs. Személyes kélon kristály test gondolatforma. Személyes merkaba mezők. 12 szálas DNS szablon és axion vonalak. Személyes hovatestek, csakrák és meridián vonalak. Radialis test radis. Fizikai DNS test. Hologram. T15 átvitelektáv közvetítési technológia, élő kommunikáció. Az élő kommunikációval és a kapcsolódó CD-télemez adatkiosztásokkal kapcsolatban sok-sok tényezőt kell figyelembe venni a távközlési technológiák technikai alkalmazásainak területén, amelyek közül számos kapcsolódik a helyi nap és bolygópajzsotokon belüli pillanatnyi aktivációs szintekhez, valamint olyan tényezőkhöz, amelyeket közvetlenül befolyásol a politikai napirend pillanatnyi állapota, a helyi és a kiterjesztett drámátokon belül. Ahogy 2000 óta számos alkalommal előfordult, meg kellett várni, amíg a föld bolygó pajzsa hálózata elérte a rezonancia megfelelő felgyorsulását ahhoz, hogy az adott pillanatban tervezett adatáramlás frekvenciáit hordozza. A Santarel újer adminisztráció által jelenleg végzett agresszív, távvezeték megcsapolási és hálózati pulzáló tevékenységek miatt szükséges volt bizonyos információkat ideiglenes biztonsági ellenőrzés alatt tartani az utolsó pillanatban, mielőtt az akciót nyilvánosságra hoznák. Az újjár által a földpajzsán kiváltott ingadozás kölcsönös ingadozást eredményez az átviteli hálózat stabilitásában. Indigo távoli bolygó klinikai eljárás 2004. december 21-én, lást, Rainbow Sun Crystal Matrix hangszórók, hangszórók, AOD ma. T16 Altairi szerződés, törzsi pajzs. Altairi szerződés az Anunnaki légiói kivéve Énok csoportját úgy döntöttek, hogy felbontják az eredeti 1992-es plejádi, szíriuszi megállapodást a földtemplomosainak közös emberi és Annu Melkizedek közös gyámságáról. Mert a Smaragd Szövetség alapítói nem engedtek a követelésüknek, hogy a föld teljes emberi faját a belső föld Annu Melkizedek Anunnaki hibrid fajainak kizárólagos elitista uralma alá helyezzék. És nem voltak hajlandók alávetni magukat az anunnaki öncélú követelésének: hogy uralkodjanak az emberiség szabadsághoz és egyenlőséghez való joga felett. A Smaragd Szövetség alapítóinak faja folytatta a tárgyalásokat minden olyan anunnaki csoporttal, amely még mindig érdekelt volt ennek az építési konfliktusnak a békés megoldásában, és 2000. július 5-én egy új szerződésben állapodtak meg, az Altairi szerződésben, amelynek révén a legtöbb diszidáló anunnaki csoport vonakodva beleegyezett, hogy újra csatlakozzon a Smaragd Szövetséghez. Az altairi szerződéssel az Orion-Anunnaki fajai védelmet kaptak a drakóniai inváziótól, ha az Anunnaki légió tiszteletben tartja az eredeti, 1992-es Smaragd szövetségbeli ígéreteit. Feladja a föld uralmára irányuló terveit. És azonnal átadja a negyedik napcsillagkaput a Smaragd szövetség azurit egyetemes templomos biztonsági csapatának védelmébe. 2000. augusztusában az Azurit biztonsági csapat tagjai a perui Maupiuban gyűltek össze, hogy megkönnyítsék a Smaragd szövetségfajoknak fajoknak a negyedik napcsillagkapu átadását az őrző szövetség alapítók fajának. A napcsillagkapu négy átadása az őrzői védelemre 2000 szeptemberében kellett volna befejeződnie, egy olyan esemény során, amelyet az angliai Stonehengeben terveztek megtartani, a földi templomban lévő helyen, ahová a Nibiruan csillagközi romboló Batlestar és a Nibiruval való mesterséges bolygói összehangolás lehorgonyzott. Voyagers 2. 246. oldal Törzsi pajzs minden állat, növény, bogár, szikla, személy, lényfajnak van egy törzsi szablonja, egy skalár amely az anyag kialakulásának programját tartalmazza. Minden fajnak vannak bizonyos kódjai, matematikai programjai a pajzsaikban, amelyek közösek és vannak eltérőek, ami a fajon belüli egyéniséget vezérli. A 12 angyali emberi törzs mindegyike ugyanazt a 12 szából álló DNS mintát hordozza, de minden törzsben a tűzbetűk minden egyes szában más sorrendben vannak elrendezve. Az angyali emberi 12 törzs magfajták mindegyikének egyedi DNS szablon tűzbetű szekvencia programját vagy magprogramozását törzsi pajzsnak nevezik. Egy aktivált törzsi pajzs felerősíti a frekvenciát, és harmóniába hoz minket a faj isteni tervével. Az isteni nyelvek bevonása, modul kézikönyv 9. oldal. T17 Triveca. Háromságkód az Elohei szeme. A Triveca vagy trinöti kód és a Biveca kód az időkontinúmok matematikai kódolási kiadásait képviseli. Az ötödik sűrűség tonikus fordítása, vagyis az ötödik sűrűség tiszta hangszínének a Trivecakód által képviselt. Hangszín a ha-se, és a megfelelő hang, amelyet a kód aktiválásához használunk. A ke-ra se ha-se. A biveca kód két időkontinúmot enged egymásba, és a triveca az a kód, amely képes ezeket felvenni és összekapcsolni a belső földdel, és ezek a matematikai koordináták vizuális lefordításai. Hídzóna idővektor A triveca-hiveca kód lást kép. A Triveca egy speciális matematikai programot képvisel, amely lehetővé teszi a biomezők és a bolygóhálózatok számára, hogy frekvenciaoszlopokat nyissanak meg a belső föld és a meajhe időciklus között. A Triveca kód, a háromság kódszemgolyó része a transharmonikus átalakulási pont, az elohei szeme az a hely, amely a középső időzónához, a belső föld időzónához csatlakozik, amely a denszöti négy aramaten a pajzsának területére vezet. Az isteni nyelvek bevonása, modul kézikönyv, 5. oldal. T18 Turénusiam A fényesek gyermekei A Turénusiam anuhazi nyelven azt jelenti, hogy a fényesek gyermekei. Lényeg főfajtája, amely körülbelül 560 millió évvel ezelőtt jött létre a terőbolygón, a második harmonikus világegyetemben, Hu 2, a Föld jelenleg az első. Harmonikus világegyetemben, HU1, van, amikor földönkívüli és metaföldönkívüli fajok egyesítették genetikai és energetikai összetételüket, hogy létrehozzanak egy fajt, amely a terőbolygó őrzőjeként szolgál majd. A negyedik és ötödik harmonikus univerzumból származó metaföldiek voltak e projekt alapítói, a Turénusiam 1 vagy T1 kísérlet. Ezt az időszakot nevezték az első világnak. Többek között a HU-2-ből származó szíriai tanácsot nevezték ki a projekt igazgatóinak és felügyelőinek, akik a HU-3-ból származó jörai nevű magfajtával együttműködve dolgoztak. A líranok létrehoztak egyfajta HU-3-on az elohimokat, akik a HU-2-ben a szíriai faj, a Turénusiam, felügyelői lettek. Körülbelül 8 millió évvel az evolúciójuk után a Turénusiam faj két elsődleges fai törzsre vált szét, amelyek együtt fejlődtek ki egy nagy földterületen, az Edonon. Egy Az alániaiak, néha beli kudiem néven is emlegetik őket, alania 2. A lumiánusok, gyakran adami kudmon, lumia mindkét faj hordozta a Turénusian vonal eredeti 12 szálú DNS genetikai kódját, és mindkettő hordozta e kód mutációit és kitéréseit a különböző, nem rokon egy való csillagközi kereszteződésekből származó mutációkat és kitéréseket. A kulturális zavarok az alániai és lumiánus genetikai törzsek folyamatos elvándorlásával együtt fokozódtak, és ellenségeskedés alakult ki, amikor az alániaiak a passzívabb lumianusok fölé kerekedtek. A lumiánok előre látták az egyre veszélyesebbé váló alániaiak által okozott kataklizmát, és a síriai tanács és az Elohim segítségével a lumiánok a nevű kis, lakott kontinensre költöztek létrehoztak egy szervezetet, amelyet mutanácsának és mupapságának neveztek el. A mupapság a mai napig létezik, és elsődleges mozgatórugó egyes tarang közösségekben, és gyakorlatai az egy szent törvényének tanításai köré összpontosulnak. A templomos szoláris beavatottak nevű elit csoport irányította az alániaiakat, akik nem voltak hajlandóak követni a szíriai tanács és a tanácsadó Elohim diktátumait, akik döntéseiket az egy szent törvényének tanításaira alapozták. Bizonyos alániaiak tudatára ébredtek annak, hogy a templomos szoláris beavatottak visszaélnek a hatalommal, és megközelítették a mulumi anyjait, és kereszteződtek velük, újra összehangolva genetikai kódjukat, és urtaranes néven váltak ismerté, és létrehozták az úrpapságát, akik a legtöbb gyakorlatot megosztották a mupapjával, de érdeklődést mutattak a spirituális törvény tudományosabb alkalmazásai iránt, mint például a portálmechanika. A mupapjához hasonlóan az úrpapja is a mai napig létezik a tarán, és ők szolgálnak a földet a mai tarával összekötő időportál struktúrák őrzőiként és kapuőreiként. Voyagers-i február 3 oldal amikor az Amentiszféra fajai végül körülbelül 250 millió évvel ezelőtt elkezdtek megjelenni a Földön, és miután számos galaktika közi háborút vívtak azok a fajok, amelyek nem akarták, hogy a Palaidor Szövetség teljesüljön. Turanueusiams 2 vagy T2 kísérlet néven váltak ismerté. Ez jelentette a 12 törzs elvetését, amelyből a ti jelenlegi emberi törzsetek alakult ki. Az amenti gömbből öt kisebb gömb jött létre, amelyek a kerengő néven ismert öt faj morfogenetikai mintái lettek. Az öt klastromos fajt együttesen palaidoriaknak nevezték, mivel ők jelentették a palaidori szövetség beteljesülésének kezdetét. Ez az időszak a második világ néven vált ismerté. Lásd, világok, Voyagers 2, 9. oldal. T19 20-12 törzs. Az emberek 12 alfaja 20-25 millió évvel ezelőtt telepedett újra a földre. Ekkor a Turénusiams alkotói úgy döntöttek, hogy újabb kísérletet tesznek. Újra elvetni az embereiket a földrendszerébe, de ez lassabban történne, az eredeti prototípus genetikai lenyomatát, a 12 szálas DNS-szilikátmátrixot szakaszokra vagy részlenyomatokra bontanák. Minden egyes lenyomatot arra használnának, hogy létrehozzák a tarában létrehozott eredeti Turénusziam kisebb prototípusát vagy alfaját. A genetikai csomagot 12 egységre bontották, amelyek mindegyike a 12 DNS tartalmazó eredeti, mint a két elsődleges tulajdonságát tartalmazta. A lények 12 csoportja vagy törzse elkülönült. Ahogy a 12 csoport mindegyike legyőzte a genetikai struktúrájába kódolt kettőséget, úgy kerültek összhangba azokkal a törzsekkel, amelyek ugyanezt megtették. E folyamat révén az emberi genetikai törzs idővel ismét az eredeti 12 szálú DNS mintázatának teljességévé fejlődne. Ez egy olyan terv volt és az is, amelynek megvalósítása több százezer évig tartana, ha a faj képes lenne fejlődni, ahelyett, hogy ismét a de evolúcióba zuhanna. Ádám és Éva szimbolikus személyiségek voltak, akik a 12 DNS szál 12 alfajra való polarizációját és a tudatosság kettősségének megszületését jelképezték. A faj eredeti terve, ahogyan azt az eredeti Turénusziam teremtő csoportok és Breneau szövetségeseik diktálták, a faj evolúciója, valamint az értelem és az intelligencia növekedése volt addig a pontig, ahol az eredet igazságát meg lehetett érteni amint az új emberi alfajok kifejlődtek, hogy megértsék eredetüket, képesek lesznek újra összerakni a szétszedett DNS-t a sejtszerkezetükben, megszervezni a tényleges eredeti emléknyomokat, és a dimenziók közötti tanítók segítségével csatlakozni az eredeti lélek Mátrix családjaikhoz. Csak az eredeti lélek mátrixukkal való kapcsolat révén tudnák a fajok újra összeállítani az első Turénusian prototípus 12 szálas DNS-ét. Voyager-i 41. és 78. oldal Az angyali emberi vonal evolúciója 568 millió évvel ezelőtti teremtése óta háborúkkal és viszályokkal teli volt, mivel a bukott angyali légió folyamatosan megpróbálta az evolúciós útját a bukott angyali uralom felé terelni. Ezt a háborút 250-25 millió évvel ezelőtt hozták a földre Taráról, és azóta is tart amihez az angyali Krisztusi alapító faj vonalainak három beoltására volt szükség. Jelenleg a 12 törzsből álló krisztusi angyali emberi evolúciós ciklus harmadik vetésénél tartunk. Voyager i 177. oldal a részfaj szó az anuhazi nyelv réjes a szavából származik. A ré a szivárványt vagy a tudatosság sugarait jelenti, és az esa az anuhaziban ebben az összefüggésben hordozót jelent. Lást, lángok, tehát réesa azt jelenti, a tudatosság sugárzásának hozója vagy hordozója. Az angyali emberek a rájok hordozói, a résák, ráják. A 12 törzs és vallás mindegyike még mindig birtokolja az Istenforrásról és a teremtésről szóló tudás magjának egy-egy darabját és egy részét. A 12 résas faj voltak az emberi őrzők. Mindegyiküknek megvolt a saját grá királya mai és indigó családja, hogy egy kicsit több frekvenciát tartsanak, arra az esetre, ha a bolygótestet aktiválni kellene, mint a tizenkettő faj teljes halmaza együttvéve. Ezért ébresztették fel először az indigókat. Az Isten nyelvének használata, modul kézikönyv, 31. oldal. T21 ikrek. Ikerlángok. Minden világszint, isteni világok és vagy identitás rendelkezik egy particum, PCM oldallal és a hozzátartozó ikrekkel. Párhuzamos partika, PKA oldal. Van egy ikertestvérünk az időmátrix minden szintjén és azon túl is. Lásd, isteni világok! Általában egy lélek, lélekmátrix, hu kettő identitás, 12 egyidejű inkarnációban nyilvánul meg, egy harmonikus univerzum, hu hat időciklusának mindegyikében kettő minden inkarnált párban az egyik férfi, a másik nő ezt a kapcsolatot ikerlángnak nevezik, de ez nem feltétlenül jelent romantikus lelkitás részvételt. Lást, reinkarnációs identitás, Voyagers 2, 148. oldal.